Jelentősen elmarad a kukoricatermés a sok éves átlagtól. A megye termőterületein belül jelentős eltérések vannak. Az északi részen, ahol helyenként több volt a csapadék, 8-10 tonna kukorica is termett. Az asszály nem tett jót a napraforgó minőségének sem. A magok olajsav tartalma 42-48% volt, ami szintén kevesebb a megszokottnál. A kukorica szemek az asszály miatt nem teltek ki, és a csövek jelentősen rövidebbek lettek. A szár korai elszáradása miatt nem csökkent a szemek nedvesség tartalma, ami jelenleg is 16-18%, ezért a szárítási költségek magasabbak lesznek. A termelők egyelőre várnak az értékesítéssel annak ellenére, hogy a tavainál magasabbak a terményárak. A kukoricáért tonnánként 96 ezer forintot is ajánlottak a felvásárlók, egy tonna napraforgó ára pedig 210-220 ezer forint körül alakul. A magas ár relatív, mert a termés kiesés legalább 40%-os, és jelentősen nőtt a műtrágya, az üzemanyagára. Sok gazdálkodó nem fog tudni fémzárolt vetőmagot vásárolni, és a műtrágya használat is vissza fog szorulni.